Sziasztok, ez itt újra a The VR. Ebben a videóban most kivételesen nem az Oculus Riftről és Oculus Rift gameplayről lesz szó, hanem egy teljesen új forradalmi 3D modellező szoftverről, a Leopoly-ról. Egészen biztos, hogy hallottatok már róla, hogy követtek bennünket, hiszen cikket is írtunk róluk, illetve a Leonardo irodájában is voltunk, ahol Moldován Csabával készítettünk egy hosszú interjút. Ebben a videóban tehát megnézzük, hogy milyen a Leopoly, milyen a Leonardo, mint tervezőeszköz, illetve megnézzük a Leopoly és a Leap Motion kontrollernek az integrációját, ami egy teljesen új dolog. Kíváncsian várjuk, hogy mire képes a szoftver. Kezdjünk is bele. Ha fejlesztjük a leopoly.com weboldalra, akkor rögtön láthatjátok az eddig elkészített kis háromdimenziós alkotásokat. Itt rögtön látjuk, hogy most a Halloween a téma, vámpirok, ördögök és mindenféle dolgok fogadnak itt minket. Ezen az oldalon egyébként a keresősávban már is láthatjuk, hogy hány modell van összesen. Tehát összesen eddig 5605 modell készült a Leopoly-val, ami rengeteg, és az az egészben az érdekes, hogy ezeket akár szerkeszthetjük is. De láthatjuk, hogy például itt ez a Dracula fej, és ez a Vampire State of Mind, szerintem az összesen sajnos nem látszik teljesen, az lényegében ugyanaz a modell, csak valaki egyszerűen továbbfejlesztette, kiszínezte, és másra tette, akkor az Evil Devil is ugyanaz, mint a Vampire State of Mind, csak egyszerűen csináltak neki szarvat. Szóval látjuk, hogy itt ilyen termékfák jönnek létre igazság szerint, vagy ilyet a modellfák, elnézést, jönnek létre. Úgyhogy például mondjuk szerkesztünk mi is ezt a vámpír fejet. A Quick View-ban láthatjuk, hogy hogy néz ki. Itt körbe is fordul nekünk egy ilyen előzetes kép, és akkor, hogyha rányomunk az Edit gombra, Click to Edit, akkor már szerkeszthetjük is ezt a kis modellt. Biztos, hogy kicsit várunk, hiszen felépíti magát a vámpír fejet most ez a kis szoftver. A jobb egér gombbal tudjuk forgatni a modellt, hogyha betöltött, tehát akkor meg tudjuk nézni, hogy néz ki. Elég jó kis megszerkesztett, valamiről van szó, be is van színezve. A jobb alsó sarokban egyébként láthatjuk a menüt. Az egér görgőjével tudunk egyébként nagyítani és kicsinyíteni, hogyha kell, hát mondjuk ennél pont kell, mert egy elég nagy modellről van szó. Szóval, a jobb alsó sorokban találhatjuk a menüt, ami angol nyelvű, de hát senki se vegye el a kedvét. A Sculpt Tool nekünk az lesz a legfontosabb eszközünk, lényegében ez a szerkesztő eszköz. Ha mondjuk egy gömbből indulunk ki, egyébként ami tulajdonképpen standard és default ebbe a Leopoly-ba, egy gömb, akkor ez a Sculpt Tool-lal tudunk kihúzni úgymond belőle részeket. Most ez, ahogy látjuk azt a kis fehér kört, az mutatja nekünk magának az ecsetnek, vagy nem tudom, modellező eszköznek a méretét, tehát egy olyan nagy méretbe húznánk most ki szegény vámpírk a fejét, nem néz neki túl jól, de mondjuk csináljuk meg az Evil Devil-t, amit melletti látunk, tehát csináljuk neki két szarvat, az például elég egyszerű dolog lesz. Ugyebár a brush size-ra, hogyha megyünk, akkor levehetjük a ecsetnek a méretét, tehát mondjuk ekkorára, hát ez ekkora szar, na, még ez is kicsit nagy, akkor lejjebb vesszük. És akkor most sculptolhatunk, tehát fogjuk a kis fején ezt a valamit, és egyszerűen kihúzzuk, és csinálunk neki egy szarv, és két szarv. Oké, és már is egy kicsit ördögi a helyzet. Ennyi, azt látjuk, hogyha valami le van festve előre, és azt sculptoljuk, vagy azt módosítjuk, akkor eltűnik a festés, akkor újra kell festenünk, de hát ez a legkevesebb szerintem. Ennyi. Ezt persze megcsináltam volna úgy is, ami sokkal jobb. Visszavonom most ezt a dolgot. Tehát visszamondtam most a két szarvat. Megcsináltam volna úgy is, hogy csak egy szarvat húzok, hiszen van nekünk egy ilyen eszközünk, hogy mirror tool, tehát tükröző eszköz. Bekapcsoljuk, és most láthatjuk is, hogy kettő fehér ilyen kis kör jelent meg. Ez azt jelenti, hogy pontosan ugyanaz fog történni a bal oldalon, mint a jobb oldalon, de nézzük is meg. Tehát én most csinálunk egy szarvat, láthatjuk, hogy ez teljesen ugyanaz. Egy ilyen kis tükröző eszköz, ez nagyon jó. Szerintem ennek a vámpírnak az arcát is valószínűleg így csinálták meg, hogyha valamit szimmetrikusan akarunk tervezni, akkor ez egy nagyon jó eszköz. Illetve egyébként van olyan is, hogy 4-es tükrözés, tehát hogyha valami extrém vámpírt akarunk csinálni, ami borzalmasan néz ki, akkor valahogy például most csináltam egy ilyet, ez most csak egy példa volt. Oké, és van nekünk egyébként más eszközünk is, hogyha megnézzük, például itt van nekünk a Pull Push Tool. Na ugyebár ez azt tudjuk csinálni, most kikapcsolom itt a tükrözést, hát a Pull az egyértelmű, hogy fogjuk és
tulajdonképpen ahogy kattintunk, tehát a kattintásra egyre kijebb jön a modell, ezzel tudunk még részletesebben tervezni, illetve, hogyha még egyet kattintunk erre az eszközre, akkor pedig push, tehát tolunk. Tehát egyetem, hogy nyomom, akkor lényegében itt egy mindjárt ilyen bemélyedést csináltunk szegély vámpírnak a fején, mint a fejbe lőtték volna. Na mindegy. Szóval ez a két eszköz, ez is nagyon hasznos. Van még ezen kívül a Smooth Tool, ami lényegében annyit fog csinálni, hogy kicsit a modellt, tehát nem teszi ennyire kockássá, vagy sarkossá, hogy úgy mondjam, ez egy kicsit így letompítja az éleket, ahogy látjuk, most inkább ilyen, mintha nem is tudom, valami rendellenessége született volna ez a vámpír. Na mindegy, illetve van az Edge Tool, én most jelenleg nem vagyok beregisztrálva a Leopold, egyébként be lehet regisztrálni, és akkor ez is elérhető. Ezzel egyértelműen széleket tudunk nagyszerűen csinálni. Oké, és szerintem akkor haladjunk is mondjuk a színező eszközre. Itt középen kiválaszthatjuk, hogy milyen színre akarjuk festeni. Mondjuk a vámpírnak a fejét ilyen hullafehérre festem most jelenleg. Szerintem ez ilyen kicsit kékes-fehéres szín, ez tökéletes lesz. Illetve lehet itt is az ecsetnek a méretét, tehát ugye nem akarunk annyira, tehát egy kicsit lusták vagyunk, akkor mondjuk ekkora ecsettel így elkezdjük színezni a vámpírnak a fejét. Ezt meg is tesszük szépen. Hát ez tényleg elég ilyen halott fehérre sikeredett, ez jó. Most meg így beszínezzük szépen a fejét, ugyebár ez így nagyszerű, a szarvait is mondjuk ilyen színnel. Lényegében nagyon egyszerű, hát látjátok, tényleg olyan, mintha nem is tudom, paintbe rajzolgatnánk itt. Pirosra kiválasztjuk, hogy még egyet mondjuk a nyelvét beszínezem pirosra, mert hogy ez csak azért kicsit legyen élethűbb. Tehát most a nyelvét beszíneztem pirosra. És itt a foga is olyan lett. Na, tehát látjátok, hogy tényleg nagyon egyszerű használni. Oké, és bekapcsoljuk a wireframe-et, hát ezt az igazi hackerek használják szerintem, akik tényleg profi modellezésre vágynak. Itt, hogyha bevagyunk, akkor teljesen látszódnak a poligonok. Ugyebár azt is látjuk, hogy háromszög poligonokból épül fel egy modell. Emiatt egyébként, csak hogyha már ez erről most pont eszembe jutott, ezt a modellt, amit itt csinálunk, rögtön kinyomtathatjuk 3D-ben. Akár emetetjük saját magunknak egy STL fájlba, magyarul, hogyha van egy háromdimenziós nyomtatónk otthon, sajnos mostanában nem hiszem, hogy sok embernek van, de előfordulhat, hiszen már egyre olcsóbb a háromdimenziós nyomtató, lementjük az STL fájlt, és ki is nyomtathatjuk. Hát egy ilyen vámpír fejet egy jó néhány óra alatt, de biztos kinyomtatnak nekünk, illetve aki mondjuk ajándékot szeretne tervezni a Leopolival, mert erre is van lehetőség, egyszerűen fogja ezt a modellt, és lényegében már ki is nyomtathatja. Átdob minket a Sculpteo francia 3D nyomtató cégnek az oldalára, ahol kiválaszthatjuk, hogy milyen anyagból szeretnénk kinyomtatni, fényes vagy mattot szeretnénk, mekkorába, hány milliméteresbe. Hát azért jó, olyan méteres fejeket nem tudunk kinyomtatni, vagy méteres szobrokat, de egész jó kis ajándékokat készíthetünk, és ezt tényleg mi készítettük, és egyébként nem is olyan drága, egy-két nap alatt kihozza nekünk a FedEx. Úgyhogy szerintem ez egy nagyszerű szolgáltatás, akinek mondjuk nincsen 3D-s nyomtatója. Na jó, menjünk bele, hogy igaz-e szerint a Leopoly miért is annyira különleges. Ilyen szoftvert egyébként biztosan találtok, ami nem biztos, hogy ennyire egyszerű használni, de miért különleges a Leopoly? Itt van egy ilyen gombunk nekünk, hogy 2D, 3D. Bizony. Na most lényegében, amit most látok, az Anaglyph 3D, tehát ez a piros kék vagy piros cián színekben láthatjuk a modellt, és ez teljesen 3D-s. Viszont, ha van egy 3D-s monitorod, bekapcsolhatod a stereoscopic, tehát stereoscopic 3D-t, amivel aztán tényleg full 3D-s az egész. Úgyhogy ezért ilyen nagyszerű a Leopoly, hogy 3D-s modelleket háromdimenziósan szerkeszthetünk, ami egyébként igazán egy standardnek kéne lenni. A Leopoly erre képes. Végig is mentünk a túlokon, úgyhogy beszéljünk most a különböző bemeneti eszközökről. A Leopoly oldalán három bemeneti eszköz közül választhatunk, az egyik az egér, a másik a bird, a harmadik pedig a Leap Motion, ami a legújabb integráció. Erről majd később fogunk beszélni. A bird-re visszatérve, tehát ez lényegében a cég saját terméke, ez megvásárolható a Leonardo oldalán keresztül, és lényegében ez egy háromdimenziós egér. A bird úgy működik, hogy a monitorunkra, esetleg tévénkre három darab infraszenzort kell feltelepítenünk. Ezeket egy ilyen konfigurációs folyamat során bekonfiguráljuk, hogy pontosan mekkora a monitorunk mérete, és már használhatjuk is a bird-öt.
amiben pedig három infraled található, amelyek segítségével ebben a Leopold és a Leonardo szoftver is képes betájolni, hogy most éppen hol van a háromdimenziós egerünk. Ha teljes 3D VR élményre lenne szükségünk, akkor pedig ott van nekünk a cég saját háromdimenziós szemüvege, amiben ismét találunk infraledeket, amelyek segítségével pontosan a head trackinget oldják meg a fejlesztők, ami azt jelenti, hogy a fejünkkel bármerre nézhetünk, akár még a 3D modell mögé vagy alá is nézhetünk, vagy mellé. A 3D modell oldalát is simán meg tudjuk nézni, anélkül, hogy egy gombot megnyomnánk, egyszerűen csak arra fordulunk és meg is van oldva. A Leopoldin egyébként a legegyszerűbb persze bőrdel szerkeszteni. Kettő gomb található az eszközön, az egyikkel nagyíthatunk, kicsinthetünk, körbeforgathatjuk a modellt, a másikkal pedig alkalmazhatjuk a kiválasztott eszközt, akár a Sculpt Toolt, vagy a Mirror Toolt, tehát a tükröző eszközt. Végében ennyi az egész, és nagyon egyszerűen használhatjuk a Leopoldival az összes eddigi tulajdonságát, amiről beszéltünk. Természetesen, ahogy ez szokott mostanában lenni, minden terméknek van professzionális változata, ezért a Leopoldi sem kivétel ez alól. A Leopoldi professzionális változata a Leonardo és a Leo World. A Leonardo megvásárlásával megkapjuk magát a szoftvercsomagokat, rengeteg szoftvert kapunk hozzá, megkapjuk a bőrdöt, megkapjuk a háromdimenziós szemüveget és a szenzorokat is. Így tulajdonképpen szinte bármilyen monitort Leonardo kompatibilissá tehetünk, és már dolgozhatunk is. A Leo World egyébként nem hiába kapta a World nevet, hiszen lényegében egy világról beszélünk, egy olyan virtuális világról, amiben bármilyen tárgyat és bármit létrehozhatunk, azzal az egyszerűséggel, ahogy a Leopoldin is létrehozhatunk bármilyen háromdimenziós objektumot, csak a Leo Worldben itt több objektumot is létre tudunk hozni, több tárgyat is tudunk alkotni, illetve annyi plusz van ebben a programban, hogy a standard háromdimenziós szerkesztő alkalmazások funkcióit is megtaláljuk, tehát könnyedén csináltunk gömböket, téglatesteket, akármilyen alakzatokat. Több professzionális beállítás is van számunkra. Valamit, ahogy észrevettük, talán egy kicsivel jobban integrálva van a Bird és a 3D-s szemüveg ezzel a szoftverrel, hiszen ez nem egy webes alkalmazás, hanem ez egy Windows-os környezetben futó szoftver. Ami a Leo World-ot megkülönbözteti a Leopoldtól, az az, hogy ebben fizikát is találunk. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk rajzolunk egy téglatestet és egy kis golyót, vagy egy kis gömböt, akkor akár pingpongozhatunk is ebben a térben. Vagy hogyha rajzolunk a levegőbe kis golyókat, és aztán bekapcsoljuk a fizikát, ugyanis erre van egy gomb, akkor szépen leesnek a golyók, vagy akár bowlingozhatunk is, illetve a Leonardo egyébként versenyeket is szokott szervezni Magyarországon, ahol pedig tehetséges programozók készítetnek alkalmazásokat erre az egész motorra. Így például készült Angry Birds, mindenféle oktató alkalmazás, és lényegében szinte bármit létre lehet hozni, hiszen ez egy 3D VR-os virtuális tér. Szóval, tehát az egeren és a bőrdön vagy madaran kívül használtunk egy teljesen új eszközt, ez a Leap Motion. Készítettünk róla már egy tesztvideót, egyébként szerintem ismeritek páram. Aki mégsem, akkor az valahol itt belinkeljük a YouTube-on neki, megtalálja ezt a videót. Lényegében ez egy olyan eszköz, amivel az ujjunkkal tudunk kezelni szinte bármit. A Leopoldi is támogatja most már a Leap Motion, de egy teljesen új dolog. Úgyhogy nézzük is meg. Most készítek egy újat, tehát egy új objektumot, hogy ne töltsük itt az időt. Tehát a Gaia az alap default modell, egy gömb lesz tulajdonképpen. Ez mindjárt betöltődik, itt is van. Tehát akkor átállítom a bemeneti eszközt Bird-re. Sajnos a Leap Motion-nek nincs külön ilyen eszköze, de hogyha Bird-et állítjuk be, akkor már érzékelni is fogja az ujjamat a Bird, de ahogy látszódik is. Tehát egy ujjammal tulajdonképpen a brush tudom így mozgatni, ami nagyon jól néz ki. Hogyha ide visszük az ujjamat, akkor a G betűvel, tehát a billentyűzetet azért kell hozzá, a G betűvel tudunk váltani eszközt, és hogyha most itt kicsit a brush size-t is lejjebb visszük, hogy ne húzunk ilyen nagy valamit. Tehát, hogyha most belemegyek, nyomom a H betűt, és látjátok, hogy az ujjammal tulajdonképpen bármit ki tudunk alakítani, és nagyon jól néz ki.
Ez, amit most én rajzolok, az nem néz ki jól, az biztos. Csak látjátok, hogy iszonyatosan intenzív az eszköz, a gépetűvel pedig megfogadjuk a modellt, és tulajdonképpen a kezünkkel tehát a kezünket forgatva forgathatjuk, és ami az egészben a még jobb, hogy ezt tulajdonképpen három dimenzióban is csinálhatjuk, és így forgatjuk az eszközt. Ide húzzuk, oda húzzuk, közelebb jön, messzebb. Ez teljesen jól működik. Szóval tulajdonképpen a Leap Motion-nál is bármit tudunk csinálni, és lehet, hogy így valaki számára egy sokkal jobb eszköz, mint mondjuk az egér. Mondjuk a börtön nem hiszem, hogy jobb lenne, mert azzal a legkényelmesebb és a legjobb szerkeszteni. De a Leap Motion egy megoldás, egy olcsóbb eszköz, tehát mindössze 20 000 forintért meg lehet rendelni. Mondjuk Magyarországon még sajnos nem kapható, de megrendelhetjük a gyártó honlapjáról a Leap Motion-t. Egész szép kis dolgokat tudunk csinálni, most én csak össze-vissza valamit próbálok nektek kialakítani, fogalmam sincs, hogy mi ez, de látjátok, hogy a kezem mozgására, tehát annyira, tehát szinte nincs késés. Persze most úgyse így fogjuk mozgatni a modellt, de csak mutatom, hogy nagyon responszív és nagyon, nagyon jól megcsinálták a Leopoldinak a fejlesztés. Egyáltalán nem szaggad, nem esik le az FPS-en, folyamatosan nézve 60 FPS megvan, úgyhogy ez egy nagyon jó kis webes alkalmazás. A videónk befejezéséül pedig annyit mondanánk, hogy a Leopold egy nagyszerű eszköz, amit tulajdonképpen tényleg bárki használhat, és a cégnek a mottoja az, hogy 3D for all, 3D mindenkinek, ezen a honlapon igazán érvényesül, hiszen szerintem a 4-5 éves kisgyerekektől kezdve a 90 éves nagymamákig is bárki tudja használni a Leopoldit, hiszen nagyon egyszerű. Akinek meg még ráadásul kis ügyessége is van a dologhoz, az szerintem rendkívül jó dolgokat csinálhat benne, amiket akár le is menthet STL formátumban, és csinálhat vele bármi mást. Egy másik profi 3D-s szerkesztő szoftverrel is módosítgathatja, de szerintem ez, hogy egy webalkalmazásról beszélünk, ami ráadásul teljesen ingyenes, szerintünk ez nagyszerű, úgyhogy látogassatok el a leopoldi.com-ra, és próbáljátok ki ti magatok is, hiszen regisztrációt, amit látjátok, egyáltalán nem igényel, és bármit csinálhattok. Úgyhogy jó modellezgetés és mindenkinek. We are infinite.